Ó, sziasztok! Akkumulátor töltése nikkel metal hidrid aksi. Sima 1,2 vagy 1,4 voltos celláról beszélünk. Ceruza cella, teljesen mindegy. Hogy a töltés végén egy labortáplót töltjük egyébként. Jaj, le kéne ide hajolni. Ezzel a beállítása. Ugye 1650-es a cella, 165-tel, azaz C per 10-zel, 10%-kal töltöm. A plafon, amire be volt állítva a labortáp, az 1,58 volt, de most 1,54 van, szerinte 165 mA-rel töltődik, de ez már jó ideje töltődik. Honnét tudod, hogy föl van töltve, hogy elérte a töltés végét? Ha megnézed, ez a kis műszer mérte a maximumot itt. És az 1,546, ott a millivoltot nézd, 546 millivolt. És amikor 5 millivolt nál többet csökken a töltés végén, ez 544, az pedig azért jóval alatta van, mert ott a 49 lenne 10-zel, 15 millivoltot már csökkent, mert előbb be kellett volna fejezni a töltést, ez most tele van. A jó hír az, hogy a nikkel metalhidrid bírja a túltöltést C per 10-zel, szóval nem csesztem szét, csak itt másik tesztek folytak, de közben látszik, hogy teljesen kész van az aksi, mert ugye a maximum, és akkor ez is egy fontos adat, hogy általában ez a maximum a labortápot 1,55 fölé nem is nagyon kell állítani, mert nem fogja elérni 1,54-1,56-ot maximum, és akkor tudja tartani, de látod ugye, hogy 545, még egyszer mondom, hogy 546 majdnem millivolt, és az 540, hol van? Lehet ám, hogy hülyeséget beszélek. Nem is látok. 546, és most 544. Akkor csak 2 millivoltot csökkentünk még? Akkor még annyira nem. Ez még csökkenni fog. Az a lényeg, hogy ez az aksi típus a töltés végén elkezd csökkenni. Ugyanazzal az árammal töltött, de a kapocs feszültség, vagy töltő feszültség, ez elkezd csökkenni. És általában az automata töltők is így vannak beállítva, hogy amikor 5 millivoltot elkezd esni a feszültség, akkor töltés vége van. Olyankor vagy átmegy csepp töltésbe, szóval ilyen pár milliamperesbe, vagy teljesen megszünteti a töltést. És most meg is nézhetjük, mert volt egy adatgyűjtés, de ez már itt biztos, hogy a töltés vége lesz. Bemegyünk az adatgyűjtésbe, hol volt? Itt van. Autó, megállítjuk. Hát, rengeteg sorunk van, mert ha megnézed, akkor 60 másodpercenként, ez a percenként mért. Ott van a töltés elején, hogy mennyi volt a feszkó. 1,33,12, és szépen akkor rögtön elkezdett emelkedni. Ezek percenként sorok. Nagyon, nem tudom, hogy látszik a sorszám is, meg azért mégiscsak az adat is. Talán innét nagyon belevilágítunk. Így látjátok, nem? Elkezdek lapozni. Ha megtalálom azt a gombot. Ja, meg kéne állítani, még folyik a mérés. Na, most mi történt? Most meg eldobta? Valami rossz gombot nyomtam, mert eldobtuk az adatokat. Na mindegy. A lényeg az volt ott a maximum minimumnál, ott láttátok, hogy elkezdett csökkenni a feszültsége, és ezt akartam csak mondani ebbe a videóba, hogyha nikkel-metalhidridet töltötök, akkor arra kell figyelni, hogy emelkedik, és amikor egy 5 millivoltnál többet csökken, ugyanazzal a töltőárammal tartva, akkor vége a töltésnek. Ahogy a videónak is, úgyhogy iratkozzatok fel. Ez ennyi volt, sziasztok!